Na, sziasztok! Újra! Most nem tudom, hogy ez ma fog fölmenni, vagy... Ezt most minek mondtam, úgyse tudjátok, hogy melyik ma. Na, mindegy, a lényeg, hogy most jöttem egy ilyen sztori mesélés. Ez egy jó régen játszódott ez a történet. Még a 20-as éveim elején jártam. És hát az embereknek mindig van valami káros szenvedélye, ugye? A cigi, a kávé, az alkohol. Hát nekem volt egy ilyen játékképes korszakom. Nagyon jó volt. Sose volt pánikrohamom, nem voltam pánikbeteg abban az időszakban. Jó volt, szerettem, tényleg. És... ugye akkor még engedélyezve volt ez, hogy a kocsmákban, meg itt-ott játékgépek voltak. Hát most már ilyen nincs, mondjuk nem bánom. Volt egy ilyen kaparósors egy időszak is, az váltotta fel a játékgépezést. Hát sok ilyen, hát nagyon sok pénzt el... gépeztem akkori sógornőmmel, mi nagyon-nagyon jóba voltunk mindig, szerencsére, és hát ez egy olyan jó élménye egyébként még most is visszagondolni, így most hülye hangzik, de egyébként tényleg az volt. És mindig kaptunk, volt olyan, ugye mi lent laktunk egy baromi nagy házba, ettől a háztól nem messze egy utcányira, az akkori férjeinkkel, egy baromi nagy családi ház, ott éltünk heten, mint a gonoszok. A sógornőm, a férje, a lánya, én a férjemmel és a lányommal, meg a mama. Mama az nagyon-nagyon rendes volt, mindig vigyázott a gyerekekre, míg elmentünk gépezni, és hát sok pénzt belenyomtunk. Azért nagyon függővé tudja tenni az embert a játékgép, és hát mama ránk bízta a csekkek befizetését, elindultunk kocsival, és akkor hát még elindultunk, és még nem értünk a kocsmáig, mert a posta az még tovább volt, azt mondja nekem a sógornőm, vagy én neki nem tudom, mert igazából egy húron pendültünk, hogy kimondta kinek, hogy azért térjünk már be az egységbe, tegyünk egy próbát, hát ha gazdagok leszünk. Mindig meg akartuk váltani a játékgéppel a világot, és emlékszem, hogy nem tudom, mennyi pénzt adott a mama csekkekre, és volt egy külön fak, amiben beraktuk azt a pénzt, amit a gyógyszertárba kellett ugye a mamának a gyógyszereiért fizetni. És hát mi azt hittük, hogy majd abból a kis csekkpénzből azért kis, jön össze ott azért nekünk pénz, és elment az egész, és akkor leültünk az asztalhoz, és akkor mindig volt ez a tanakodás, hogy most mit csináljunk, hát még be kéne fektetni azért valamennyit, és akkor már ugye nem volt pénzünk, és mondom a sógornőmnek, mondom, Kati, mondom, itt a mamának még ez a pénze, ami félre van téve. Hú, nehogy azt mondja, azt ne tegyük be, hát azt mondja a mamának a gyógyszerpénze, mondom, nem mindegy, hát most már úgyis egyvertük a izét, az összes csekkpénzt, mondom, most már ez a 3000 forint, hát ha mondom, ebből visszaadja. Ó, jó, azt mondja, próbáljuk meg. Hát szerintetek mi történt? Nem adta vissza, és akkor jött az újabb tanácskozás, hogy mi tévők legyünk. És akkor jött ebbe a folyamatba a vasazás. Mert hogy valahogy vissza kellett szerezni a pénzt, és elkezdtünk vasazni. És összeszedtünk mindenféle vasakat, mindent, amit találtunk. Emlékszek, hogy volt olyan, hogy akkor egyszer a mama kórházba került, és az felső emeletet nem használtuk. Nem volt otthon, meg a férjeink sem voltak otthon, mert azok dolgoztak. Aztán sógornőmmel nekiálltunk, ketten leflexeltük a radiátorokat, hogy már úgyis lyukas, ezt már amúgyis ki kellett volna cserélni. És még egy Renault 19-en volt, abba pakoltuk bele az összes cuccot, de mi már megvettük ezt a házat,
akkor már be voltak rakva kályhák, hát akkor még nem cserépkályha volt, hanem ez a vaskályha, hát nem tudtunk fölköltözni, mert mi azokat is leadtuk a mélytelepen. Úgyhogy mindent volt olyan, hogy már annyi pénzt elcsesztünk, hogy meg vasat is, már vasunk se volt, hogy elmentünk a volt férjeinknek a nagynényéhez, mert ott ki volt rakva egy öntvénykát, hát azt mit összeg az, hát nem tudjátok elképzelni. És akkor ugye mi azt majd összeszedjük, és hát pont erre jártunk, és nem kell nektek az a kád, mert akkor mi elvisszük. Azt mondja, persze, vigyétek, azt mondja, már mondtuk a Tibiéknek, hogy vigyék el nyugodtan. Mondom, ó, nem, majd mi elvisszük, de nem bírjátok el, nem. Na, két izé, sógornő, mondom, össze kell szedjük minden erőnket, hát nem úgy megy, hát ez rengeteg vas. És akkor mondom, tudod, így beálltunk, hogy majd megemeljük, néztük egymást sógornőmmel, hogy háromra emeljük, és akkor számoltunk. Egy, kettő, három. És semmelyünk nem tudott megmozdulni. De ugye cseszte az agyunkat ez az egész, hogy mindig nagyon sietni kellett, mert ugye nem csak mi gépeztünk itt a faluba, és amit mi beletoltunk pénzt, ugye azért a játékgép az úgy működik, hogy egy idő után visszaad belőle egy bizonyos összeget, tehát hogyha mondjuk mondok valamit, valaki belepakol, nem valaki, hát ugye több ember, csak eléri mondjuk a 80 ezer forintot, akkor azért 40-et visszaad. Csak ezt sose tudod kiszámítani, hogy mikor. És ugye volt olyan, aki tudtuk, hogy ő mikor végez a munkával, és sietnünk kell, úgyhogy összeszedtük minden erőnket, megfogtuk az öntvénykádat ketten, elvittük ki az udvarra, csak ugye már a Renault-nak a csomagtartója totál tele volt, kályhával, radiátorral, mindenne, úgyhogy ki kellett pakolni a csomagtartóból, öcsém, beraktuk az öntvénykádat, és az öntvénykádba be kellett pakolni az összes minden vasat, amit ugye kipakoltunk a kocsiból. És akkor mentünk a mélytelepre. És akkor volt egyszer egy olyan sztori, hogy ja, mert akkor kérdezték, hogy hát ki kipakolta meg ezt az autót, és ugye mondtuk, hogy mi ketten. Hát sógornőm magasságra is, meg súlyra is fele akkora volt, mint én. Aztán nem hitték el, hogy mi voltunk. Mondom, baszok, én rám, érjétek le azt a lóvét, adjátok ide. Akkor rezett mennyit, emlékszek, hajnalba égettük le a izét részről, ugye a kábelekről ezt a műanyag szart, mert ugye csak úgy vették be, hát a faszom fogja bontogatni. Akkor mentünk ugye a szabadkás Adidas melegítő, begurultunk a Renault 19-el, azt jöttek a morék, azt mondták, hogy cső csajok, ti is lomisztok. Á, mondjuk mi nem, csak mondom, összeszedtük a padlásról, ami otthon volt. Akkor elmentünk, mindig felesbe tankoltunk, de azért nem vittük túlzásba a tankolást, dízel autón volt, és csak épp annyit, hogy azért beérjünk meg haza, mert hát a pénz kellett a gépbe, nem izét tankolni. Aztán egyszer tök jól kaptunk, akkor már másodszor vagy harmadszor mentünk a mélytelepre, és akkor mondja a csávó, hogy honnan hozunk ennyi vasat, meg rezet, meg mindent, azt hát egy csomó helyről összeszedtük, mindenhova bemászkáltunk, hogy adjatok már nektek, úgyse kell, mi elvisszük, megpucoljuk az udvart, és mondja sógornőm, hogy ugye, hogy a padlást pakoljuk le, és akkor már, amikor nem tudom, már hatodszor mentünk vissza, és tankoltunk. És a benzinkúton a TDE feliratú autóm, ugye turbo dízel elektronik, akkor az még hát egy jó régi kiadás, de mindegy, nem ez a lényeg, hát dízel volt, ez a lényeg. És a benzinkút a söcsém fogta, és megtöltötte benzinnel. Nem tele, hát mert ugye szerencsére nem tankoltunk sokat, de hát azért bassza meg. Olyan ideges lettem, akkor rátankolt ő valamennyit, ugye még a dízelből, hogy a benzint fölhigítsa. Csak hát ott meg kell lenni egy százaléknak, hogy
nem baj, ha a dízelbe megy egy kis benzin, csak a nem tudom hány százalékát, 80 utána a dízel kell legyen. Hát mondom, ne, én most, ahogy befektetjük ezt az összeget a gépbe, amit kaptam, miből töltjük föl a tankomat. És akkor újra kellett megint valahonnan, már kútkereket összeszedtünk meg, már én nem is tudom, hogy mit. És azt hiszem, hogy akkor utána összeszedtünk megint egy jó csomót, hogy azért legyen pénzünk, fogtuk, visszamentünk a mélytelepre, megint látja a csávó, hogy gurulunk be a megrakott csomagtartóval, tele vassal, meg minden, azt megálltunk, kiszálltunk, hogy lemérjék, ugye, mondja a csávó, ha jó, kurva nagy padlásotok lehet, azt mondja. Hát jó, nem akartuk megmondani, hogy minden onnan úgy guberáltuk össze. És akkor ugye, mikor kipucolt, tiszta fekete volt öröki a körmünk, akkor mentünk a Tesco-ba. Volt olyan, hogy 110 000 forintot kaptunk a mélytelepen. Akkor bementünk a Tesco-ba, mentünk egyből a WC-re kipucolkodni, ugye az Adidas szabadkás melegítő. És akkor már, de hát nem jött le a retek a körmünk alól, azt már nem tudtuk, hogy adjuk a pénzt, hogy ne lássák, hogy tiszta dzsuvák vagyunk. Úgyhogy, ja, ezek jó időszakok voltak. És akkor volt egyszer, hogy a sógornőmnek a testvére meséli, hogy képzeljétek el, ő kávézni járt a kocsmába még gépezni, meséli a tesója a sógornőmnek, hogy volt a kocsmába egy csávó, és mesélte a sztorit, hát azt mondja, ezt el kell nektek meséljem. Azt mondja, ott ülünk, hallgatjuk, mondja a csávó, hogy képzeljétek el, én jártam Mázán egy kocsmába. Ott volt két csaj, azok még a mama gyógyszerpénzét is eljátszották. Azt mondja, sógor nem tesója, hát az csak húgom meg a vicca lehetett. Úgy is volt. Úgyhogy jó, ezek voltak azért olyan rohadt jó időszakok. Most lehet, hogy egy csomó mindent elfelejtettem, vagy nem jut eszembe. De ezek rohadt jó élmények voltak, aztán leszartunk mindent. Akkor még nem volt ilyen, hogy pánikbetegség. Szartam én le, úgy el voltunk, mint az állat. Aztán akkor volt olyan, hogy ültünk, emlékszek, a nappaliba, így tudtuk, hogy buli lesz este. És akkor mama vigyázott mindig a gyereketre, és akkor hazaértek a volt férjeink, ugye a melóból, ott ültünk. Aztán mama kérdezi, mi van, lányok? Mondtuk, semmi. Na, ott negyed óra ott kérdezgette, mondjátok már, mondjátok. Lesz buli kocsmába, mama. Na, hát jó van, menjetek, azt mondja, vigyázok én a gyerekekre. Hát mondjuk, de nincs pénzünk. Akkor ült a mama, mosolygott őket, bement, becsúszogott a szobába, azt mindenkinek adott egy 5000-est. Vagyis hát nem mindenkinek, sógornőmnek meg nekem, de az unokák azok a férjeink voltak. De mi kaptuk a lóvét. Úgyhogy rendes volt, aranyos volt a mama nagyon. Mi el voltunk, úgyhogy az nagyon nagy bulik voltak akkor. Akkor éltem igazán az ilyen fiatal éveimnek azt a tényleg jó részét. Hát majd biztos még eszembe jutnak ilyen sztorik, de hát nekem ez volt a legnagyobb élvény. Ez a vasas cégünk. Hát mindent összeszedtünk. Úgyhogy ezek jók voltak. Fú, rengeteget röhögtünk. Pú, de jó. Hát visszapörgetném az időt, azért még abba a vasba lennék egy kicsit. Mindig volt pénzünk, amíg el nem fogyott a vas. Aztán utána beszüntették a játékgépet, hála Isten. Hát volt olyan, hogy volt 100 forintom, azt nem volt több, 100 forint. Azt is bedobtam, hát ha nyerek. De volt olyan, hogy volt 50 forintom, az két nyomás, ugye 25-ös tét. Azt kiszedtem 5000-et. Jó volt. Sőt, még van egy olyan fénykép is, hogy bennülök, a virág akkor volt, mit tudom én, másfél-két éves, és bennülök, majd egyszer megkeresem, azt megmutatom. Volt egy babakocsia, én benne ültem, és onnan nyomtam a gépet. Úgyhogy voltak ilyen fasz a kis bulik. Na, hát most ennyi sztori fért bele, vagy jutott eszembe. Közben nézem Petit.
Ahogy, vagyis már le vagyok egy kicsit maradva, mert főz. Virág meg muffint süt, úgyhogy nem lesz live, mert nem akart. Én megmondom, inkább nyomok-e vlogot. Legyen ma mit nézni nekem. Na, úgyhogy ne gépezzetek és ne kaparó sorsjegyezzetek, mert ugye a gép után vagy a gép megszűnt, akkor rákaptunk a kaparósra. Azt se ad. Nem lehet nyerni gyerekek itten. Dolgozni kő. De abban se lesz pénzetek, úgyhogy hagyjátok a faszba az egészet. Arrivederci. Éljetek, ahogy tudtok. Itt az Orbán világban.